Köszöntöm kedves nézőinket, Jelics Fanni vagyok. Önök a Tolnatáj Televízió Kultúrszoba című magazinját látják. A következő témákkal készültünk. Könyvvásárlás. Mekkora kedvel járnak az emberek könyvesboltokba? Csizmadia cégér. Augusztusi hónap műtárgya Nikül Béla édesapja hagyatékából. Zomelfest. Hagyományápolás Bonyhádom. Amilyen a kultúránk, olyan a környezetünk. 2025 év madara hívja fel a figyelmet a természeti problémákra. Mennyire népszerűek még manapság a könyvek, mekkora kedvel járnak napjainkban az emberek könyvesboltokba? Erről érdeklődtünk az egyik bonyhádi üzletben. Rengeteg olvasmány megtalálható ebben a bonyhádi könyvesboltban. Az üzlet tulajdonosa a vásárlási tendenciákkal kapcsolatban összességében pozitív tapasztalatokról számolt be. Hát én azt gondolom, hogy erősödik a könyvvásárlás. Az utóbbi 2-3 évre visszamenőleg én azt tapasztalom, hogy évről évre többen választják az olvasást szabadidős tevékenységnek. Olvastam különböző statisztikákat, nem szeretnék ezzel fárasztani. A legszomorúbb az, hogy Magyarországnak az egynegyede egyáltalán nem olvas. A közízlést mindig befolyásolja az, hogy éppen mi az aktuális trend. A fiatalok körében nagyon népszerű most különböző öngyógyító könyvek, önsegélyező könyvek. Előszeretettel nyúlnak ez felé. Ez egyébként számomra meglepő, de nagyon sok pszichológiát olvasnak. Úgy általánosságban azt tudom elmondani, hogy a krimi, a thriller, meg a hasonló típusú könyveket szeretik. Ez a 18 és 79 éves korosztály között készült tavaly egy ilyen reprezentatív felmérés, 1000 főt kérdeztek meg. Nagyon érdekes eredmények születtek. Tulajdonképpen azt állapították meg, hogy a férfiak és a nők hasonló arányban szeretnek olvasni, és a napi olvasóknak a száma ebből az eredményből 15% volt, ami szerintem egy elég magas, aki minden nap olvas. Itt a férfiak és a nők aránya nem különösebben tért el, míg a havi leosztásba nézve, vagy lebontásba nézve inkább a nők olvastak többet, aktívabbak voltak. A 18 és 30 év közötti korosztálynál pedig azt hozta ki a felmérés, hogy igaz, hogy ők is szeretnek olvasni, ők inkább választják szabadidős tevékenységnek az olvasást, mint úgy általában az idősebb korosztály. Ez egy nagyon meglepő egyébként, mert mindenki azt mondja, hogy jaj, mert a fiatalok nem olvasnak. Igenis, a fiatalok olvasnak, szeretnek, és nagyon sok kisgyerekes anyuka jár be hozzánk. Napjainkban már elterjedtek a digitális könyvek, de azért ezek még nem olyan népszerűek, mint a fizikai kiadványok. Hát én szerelmes vagyok a könyvbe, szóval én azért nem fordulnék soha egy e-book felé. Persze vannak olyanok, akik kényelmi szempontokat, vagy külföldön vannak, és azt választják. Igaziból az összolvasó társadalomnak a 16%-a rendelkezik digitális e-book olvasóval, és szereti a digitális könyvet, de a többiek azért szerelmesek a könyv illatába, a fizikai jelenlétbe, és ezt nem lehet elmondani. Szóval nem, a választás a digitális és a könyv között én nekem szerelem, szóval én a könyvet választom. A fiatalok az interneten különböző közösségekben is jellemzően megosztják egymással tapasztalataikat, beszélgetnek a könyvekről. A tapasztalataim alapján most nagyon pörög a TikTok, és a TikTokon van egy hashtag a BookTok közösségnek, ez a magyar BookTok, vagy simán BookTok, és rengeteg könyvajánlót lehet TikTokon megtalálni, én is szoktam csinálni, és a kis fiatal vásárlóinknak, vagy a velem egykorú vásárlóknak is én szoktam ez alapján könyveket ajánlani. Nagyon pörögnek mostanában a romantikus könyvek, a fantasy könyvek, a romantikus fantasy könyvek, igazából nagyon megosztó, mert vannak olyan booktokkerek, ha így mondhatom, akik csak krimi könyvekről csinálnak ajánlót, valakik csak romantikusról, és mint én mindenről. Igazából én nagyon széles körben olvasok, szóval nem is tudnám megmondani, hogy konkrétan melyik stílus az, vagy melyik írói stílus az, amit én nagyon szeretek, mert igazából én nagyon széles körben olvasok. Rengeteg fiatalt vonz be egy-egy könyvajánló, és van olyan, hogy nem is néznek körül a vásárlókon, bejönnek, ezt a könyvet szeretném, és akkor odaadjuk neki, megveszi, és akkor már itt sincs. Az augusztusi hónap műtárgya a Szekszárdi Wosinski Mór Múzeumban egy csizmadia cégér. Ez a műtárgy 2023-ban került a múzeumba felajánlás keretein belül. Nikül Béla édesapja hagyatékából származik, Dunaújvárosból.
A hónap műtárgya ismét egy különleges darab, Nagybecsben tartott Csizmadia cégér. Mi is ez valójában, mi ennek a története? Hallgassuk meg Csapai János muzeológust. A cégérrel együtt többféle kéziszerszám is bekerült a gyűjteménybe, amivel megmunkálták a bőrt és hát a csizmákat készítették, ugye különböző bőrvágókések, félhold, negyedhold kések, akkor ugye szavakkal ugye dikicsek, vócvágók, ezek mind a bőrnek a különféle megmunkálásához valók, akkor sámfák a különböző méretű csizmákhoz, sablonok, két darab elég jelentős méretű vásározóláda, ugye ezek arra célra szolgáltak, hogy kocsira rakták, ebbe belepakolták a portékájukat, és így mentek a vásárokba árusítani a csizmadiák. És hát ugye, mint minden mester, ez ugye a csizmadiákhoz is hozzátartozott az, hogy a műhelyükre kívülre raktak olyan cégért, amivel felhívták a figyelmet, hogy milyen mesterség működik éppen abban az épületben, és hát ezért van ez a cégér is, ami most a hónap műtárgya, ez Nikül Bélának, az adományozónak az édesapjáé volt. Ő volt a családban igazából az utolsó csizmadia, de több generáció is csizmadia volt a felmenők között. Ők az 1700-as években kerültek Dunaföldvárra, Németországból származnak, Pannonhalmára kerültek, később egy másik uradalomba, és így telepedtek le végül is a 18. században Dunaföldváron, és minden generáció csizmadia volt. Béla bácsi még, aki adományozta a tárgyakat, ő még fiatal korában, mielőtt be kellett vonulni a katonának, még az édesapja mellett dolgozott, tehát igazából kitanulta a szakmát. Ő 60-ban vonult be katonának, de hát abban az időben ugye már nem is igazából volt szükség a csizmákra, ugye átrendeződött, megváltozott a viseletkultúra, és hát az édesapja volt igazából az utolsó, aki ezt a mesterséget folytatta. Béla bácsi a Dunaföldvári cipőüzembe dolgozott, tehát igazából nem került olyan messze a szakmától, csak hát ugye másfajta lábbelit készített. Dunaföldváron elég jelentős volt a csizmadiáknak a tevékenysége, meg a száma is, meg egyébként is jelentős céges ipar volt Dunaföldváron. Hát igazából az 1800-as években, hogyha a különböző összeírásokat megnézzük, folyamatosan növekedett a csizmadiáknak a száma. Például a dualizmus időszakában 176 csizmadia működött a városban. Igazából nehéz ezt mai fejjel elképzelni, hogy egyetlen egy településen és ennyi csizmadia meg tudott élni. Hát ma lehet, hogy nem kéne a két kezünk, hogy megszámoljuk, hogy az egész országban ugye hány csizmadia működik. És hát ennek a nagyszámú csizmadiának az is valahol oka is lehet, hogy két bőrkikészítő üzem is működött a városban, tehát igazából helyben volt az alapanyag, amiből a csizmákat készítették. A simontornyai bőrgyár is, az is viszonylag régi, mert az is még a 19. században alakult, meg ilyen kisebb műhelyek ugye voltak, ahol készítettek bőrt. Meg például most igazából ugye nem kellett messze menni, mert például Pécsen is rengeteg tímár működött. A csizmákat marhabőrből készítették el, és minden alkalomra ezeket viselték az emberek. A különböző társadalmi osztályokra különböző csizmaviselet volt jellemző. Például ez, amit van, ez egy puhaszárú csizma. Tehát aki nem volt olyan tehetős, az puhaszárú csizmát készítetett, aki tehetősebb volt, az meg kemény szárú csizmát. Ugye az ki volt fényesítve, olyan volt, mint a tükör igazából a szára. És hát igazából ezek strapabírók voltak, mert ha vigyázott rá az ember, meg folyamatosan kente, fagyúval is, viasszal is szokták kenni, meg ha ápolta a bőrt, hogy nem hagyta, hogy kiszáradjon, meg szétszáradjon a bőr, akkor igazából sokáig. Például én is néptáncoltam, én még öregapámnak a csizmájába táncoltam, és meg bírja még a mai napig is. Egy-egy csizma generációkat szolgált ki.
A csizmát is ugye szokták újra sarkalni, vagy talpat cserélni rajta, de igazából maga az egész felépítmény az sokáig bírja, az orrész is, meg a szár is. Ugye ezeket a csizmákat is, bőröket is, ugye szíjártó, cipész, csizmadia, szerszámok igazából nem sok különbség van, meg a technikában is, ugye bőrrel dolgoztak, nagyjából azonos az eszközállomány is, meg a technika is, ugye ezeket olyan varással készítették, hogy most ezt ugye a lószerszámokat általában csikóba varták, ugye befogták egy fa satúba, úgymond, és hát a csizmák is, a szerszámok is úgy vannak varva, ez egy speciális varás, ugye egy rombusz alakú árral lyukasztják át a bőrt, és két tűvel van varva, tehát jobbról is megy ugyanabba a lyukba a cérna, balról is megy ugyanabba a lyukba, tehát két cérna fog egy öltést, vagy két cérnából van egy öltés, és így sokkal tartósabb a varás maga. És hát ennek megvan az az előnye is például, hogy esztétikusan meg lehet oldani, hogyha a varás végére érnek, mert nem kell csomót kötni, hanem ugye, ahogy említettem, rombusz alakú árral csinálták az öltéseknek a lyukat, de viszont, hogyha végére értek a varásnak, akkor két-három öltést vissza szoktak ölteni, az körkeresztmetszetű árral volt, kiukasztva visszaöltöttek két-három öltést, és az föl nem tudott szakadni, de csomó nem volt, és így esztétikusan megoldották. Tehát nem lehet megállapítani, hogy hol van elvarva, vagy hol a varásnak a vége, ez ilyen technikai csavar is benne igazából. Augusztus 10-én és 11-én tartották meg Bonyhádon a Sommerfestet, melynek keretében helyi és környékbeli német nemzetiségi csoportok, továbbá Németországból érkező vendégek együtt ünnepelték hagyományaikat, szokásaikat. A kulturális rendezvény iránt idén is nagy volt az érdeklődés. Az idei Bonyhádi Sommerfest még a kulturális műsorokat megelőzően jubileumi ünnepséggel kezdődött, hiszen Bonyhád is a németországi Bernau idén ünnepli testvértelepülési együttműködésének 35 éves évfordulóját. A résztvevők ezt követően egy hajót ábrázoló alkotást, úgynevezett Ulmer-Schachtelt is avattak, amely a németek magyarországi betelepülése előtt állít emléket. Vasárnap aztán a kulturális műsoroké volt a főszerep, a Roger Schilling Fúvós zenekar bemutatója adta meg az alaphangot. Sommerfest rendezvényünket pár évente szoktuk megrendezni a Tarka Fesztivál után, idén hál' Istennek sor került rá. Igazából egy ilyen jelentősebb Sommerfestnek mondhatnám ezt, tekintettel arra, hogy a Bonyhád 300 című rendezvénysorozatnak igazából a fő programja ez most. Bonyhád 300 igazából a 300 éves betelepülésnek a szimbóluma, és ez emiatt készült ez a rendezvénysorozat. Tavasszal már előadásokat, kutatásokról szóló előadásokat, német esteket rendeztünk. Folytatódik ma a Sommerfest programmal, ami igazából német táncsoport, magyarországi német táncsoportok, illetve német táncsoportok fellépésével folytatódik. Az év további részében konferenciát, illetve hagyományos magyarországi német programokat fogunk még szervezni a Bonyhádi Német Önkormányzat szervezésében. 300 évvel ezelőtt a török kiüzetés után gyakorlatilag a Németországból felkért telepesek beköltöztek ugye Magyarországra, akik ezek az ulmi deregékkel jöttek Magyarországra, amiket gyakorlatilag itt szét is szedtek, és ezzel megalapozták a házaikat, istállóikat, és gyakorlatilag se lehetőség sem, szándék nem volt arra, hogy már visszamenjenek. Ők gyakorlatilag itt a völgységben is nagy mennyiségben települtek le, hozták a saját teheneiket, amiket kereszteltek a szürke marhával, így is lett ez a Magyar Tarka, ami miatt a Tarka Fesztiváluk is kialakult, rengeteg kapcsolódása van Bonyhádhoz. A műsor során fellépett a Vernauból érkezett csoport is. Egy szatmárit adtunk elő a mai napon. Minden alkalommal jól érezzük magunkat Bonyhádon, mikor ide látogatunk. Mindig szeretettel fogadnak minket. Oh,
tanze, seitdem ich 8 bin, glaube ich. 8 éves korom óta táncolok, nagyon szeretem ezt csinálni, nagyon szeretem az egyesületünket. Und ja, auch ein Stück der Kultur jeden Tag neu kennenzulernen. A Bonyhádi Kranzlein Néptánc Együttes fiataljai is megmutatták tudásukat. Felmütt csoport, a Kranzleinnak az egyik tagja, a Zwergék, a Zwergemini, a Junior és az utánpótlás. Több mint 100 tagja van a Kranzlein Néptánc Együttesnek, és ugye hát különböző korosztály, ezért különböző csoportokba táncolnak. Én az icipicikért vagyok felelős, az elsősökért, ők a Kranzlein Zwerge mini csoport. És van még egy kicsi csoportunk, ők a Kranzlein Zwerge. A legkisebbek 1 éve táncolnak együtt, ők első osztályba táncoltak most együtt, nagyobbak már 2 éve. Hát a még nagyobbak meg már ugye 10 éve táncolnak. A picikékkel hetente egyszer van próbánk, és próbáljuk a hagyományőrző táncokat megtanítani nekik, de persze modern táncokat is. Most hagyományőrző táncot adtunk elő, az Ich seh dich-et, a Sternpolkát, és az egy a cikói tánckoreográfiából egy picit, ami rájuk vonatkozik, a picik táncát. Én úgy gondolom, hogy ha nem visszük mi tovább a hagyományokat, akkor ilyen események, mint ami most is Bonyhádon van, azok sajnos elhalnak, elmullanak. Kell a hagyományokat őrizni, ápolni, amit még a déd nagymamáink és a nagymamáink hagytak ránk, és mi most meg örökül hagyjuk a picikéknek, amit ők szívesen is fogadnak, úgy látom. Pece István és harmonikás növendékei 4 híres sváb darabot adtak elő. Schneewalzert, ami egy ikonikus keringője a svábságnak, az In der Grüser Wiese című polkát, amire a fiatalok szoktak táncolni, aztán egy újabb keringő következett, és a végén pedig egy bravúr polkát adtunk elő Szekeres Péter növendékemmel. Harmonikázni sokáig nem lehetett tanulni, mert politikai okok miatt, vagy zenepolitikai okok miatt kimaradt a magyar zeneoktatásból a harmonika, mint hangszer. Most hál' Istennek már vannak tanárok, vannak a zeneiskolákban szakok, és a főiskolákon, egyetemeken is, úgyhogy jönnek sorba jobbnál jobb harmonika tanárok, és valószínűleg pár éven belül a harmonika elnyeri ugyanazt a rangot, ami egyébként megilletné. A csoportok produkcióira sokan voltak kíváncsiak. Ez egy jó kezdeményezés, sajnos az időjárás az befolyásolja, gondolom ez a nagy hőség, emiatt mi is nem az elejétől nézzük, hanem csak az ő érkezésükre értünk ide. Hát aranyosak, szépek. Csinosak, jó a zene, jó a tánc, nagyon szép volt a harmonikás együttes. A Sommerfest idén is kiváló alkalom volt a hagyomány ápolásra és a német-magyar kapcsolatok erősítésére. A természetkedvelők a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján szavazhattak arról, hogy melyik faj nyerje a 2025 évmadara címet. A legtöbb voksot végül a bőti réce kapta. Július 25-ig lehetett szavazni a klímaváltozással is fenyegetett tavak és mocsarak nagyköveteként 3 récefajra. A vizes élőhelyek eltűnésével a bőti réce egyedszáma is folyamatosan csökkenőben van. Nekünk embereknek pedig tisztában kellene lennünk azzal, hogy a természetvédelemmel elsősorban saját magunkért és gyermekeinkért teszünk, mert ha az rendben lenne, nem fordulhatna elő, hogy fajok pusztulnak ki mellettünk. A Madártani Egyesület indított el Magyarországon az év madarát, 1979-ben, azóta nagyon sok szervezet nevezi meg az év faját. Alapvetően ez egy kommunikációs eszköz, és azt kell, hogy mondjam, hogy bár ne lenne rá szükség, mert az év madarának lenni általában nem jó. Általában olyan madarakat választott ki a szakmai stáb, vagy választhat most ki a lakosság szavazással, amivel kapcsolatban valamilyen természetvédelmi probléma van. 2025-ös évre az év madara választásnál a fő rendező elv az a vizes élőhelyek, ezen belül is a kis tavaknak a védelme, tehát a lápok, mocsarak
illetve a szikes tavaknak a védelme. Ugye különösen az utóbbi esetében, a klímaváltozás következtében ezek a mondjuk a három legfenyegetettebb élőhely típusba tartoznak. Ugye a legérdekesebb, legspeciálisabb ezek közül Magyarországon talán a székek világa, a szikes tavakat hívják a Duna-Tisza közén és akár a Tiszántúlon is székeknek. Ugye a nevükben is megjelenik szívós szék, szappanszék és még sohat nem. Ezek szikes területeken, nyílt síkvidéki területeken vannak, ezek sekély mélyedések, amik az őszi és a téli csapadék, illetve a tavaszi csapadék hatására az elejében, amikor volt még ilyen, ezek szépen feltöltődtek, és a sziksós talaj miatt nagyon erősen sósak. Ilyen élőhelyjel, ilyen vizes élőhely típussal csak a tengerpartokon lehet találkozni, és éppen ezért nagyon speciális az élővilága, többek között a madárvilága is ezeknek. És akkor a vízimadárvédelmi szakosztály a Madártani Egyesületnek három fenyegetett madárfajt ajánlott föl szavazásra, a bőti récét, a kanalas récét és a nyílfarkú récét. Ezek mindhárom esetében az a közös rendező elv, hogy ilyen pici sekély, de állandó vízású tavacskákban szeretnek fészkelni. A madarak védelmén keresztül, mivel nagyon sokszor ugye az embereknek azt mondjuk, hogy védjük a szikes tavakat, akkor azt mondja a házi azt, hogy miközben szeretél elrébe, hogy mi közöm nekem a szikes tavakhoz, a nem tudom mihez. De ha azt mondom, hogy van itt egy tündibündi, nagyon szép, nagyon ritka, édi-bédi madár, akkor az emberek felkapják a fejüket, ja, és ez ott él, akkor így meg lehet védeni. Ugye az ökológiában vannak ezek az úgynevezett esernyőfajok. És mondok egy mindenki számára ismerős példát, például a pandamaci. Ugye a pandamacit mindenki imádja, nem csak az anyukája, és mivel a pandamaci, mint minden él, a saját élőhelyén él, a pandamedvék esetében ugye itt a bambuszerdőkről, a hegyi bambuszerdők, vagy a síkvidéki bambuszerdőkről van szó. Ha megvédem a pandát ugye nem úgy védem, hogy rá gumipókozok egy természetvédelmi őrt puskával, hanem az élőhelyét kell megvédeni, és minden, ami a panda medve élőhelyéhez kötődik, tehát a bambuszerdők világához, növények, gombák, állatok, azt mind meg tudom védeni, tehát a panda maci védelme, mint egy esernyőként védi a teljes élőhelyet. Ezért nagyon fontos ez az év madara kampány, mert egy elvont természetvédelmi problémát, kis tavak kiszáradása, vagy a szikes tavak esetében óriási gondot jelent a szárazodás, mert az, hogy még mindig ott vannak azok az átokverte 60-as, 70-es években kidolgozott csatornák, kialakított csatornák, amik elvezették a vizet. Ugye milyen érdekes, hogy jóval több mint 100 éven keresztül üdvözöltük Magyarországon a folyamszabályozást. Most pedig gyakorlati szempontból sokkal jobb lenne ezt visszacsinálni, mert meg kéne tartani a vizet, mint egy hihetetlen kincset, amiből aztán lehetne öntözni, locsolni. Tehát ez a lényeg ennek, hogyha azt mondjuk, hogy itt van mondjuk a Bőti Réce nyerte ezt a szavazást, valami 52%-ot kapott, akkor sokkal inkább háromdimenziósá lehet tenni egy elvont problémát, és valóban rólunk van szó. Ugyanis, hogyha sikerül a legfenyegetettebb élőhelytípusok közé tartozó kis tavakat a klímaváltozás közepette megvédeni, megtartani, visszahozni, az azt jelenti, hogy Magyarországon sikerült megoldani az eddig egyébként nem megoldott esővíz, illetve folyóvíz megtartást. Ez mit jelent mondjuk a mindennapok házi asszonya számára, aki éppen a répát szereteli az ebédhez, a leveshez? Az, hogy sokkal olcsóbb lesz az élelmiszernövény, akár az a répa, és stabilan lesz is, mert tudunk locsolni akkor is, amikor aszásújtja az országot. És milyen érdekes, elkezdtünk beszélni a Bőti Récéről, ugye egy átlagember azt mondja, hogy Bőti Réce mi is az, egyszer volt, de kikezeltettem, mert valószínűleg egy bőrbetegség lehet. Nem. És ugye a Bőti Récétől eljutottunk oda, hogy Magyarországon hogyan lehetne és miért kellene megoldani
a víz megtartást és az öntöző víz biztonságot is. És hogyan jön ide megint a Böjtiréce? Hogyha elárasztjuk a megfelelő területeket, ahova egyébként tök értelmetlen bevetni búzát, kukoricát, mert ott szik van, meg belvíz van, na ott meg fog maradni a Böjtiréce, de ha van Böjtirécénk az országban, akkor biztos, hogy van öntözővízünk, és ha van öntözővízünk, akkor a répát szeletelő háziasszony is boldogabb, mert nem 800 forintba kerül egy kiló sárga répa, hanem csak mondjuk 84-be. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Önök a Tolnatáj Televízió Kultúrszoba című magazinját látták. Viszontlátásra!